Az ismeretlentől való félelem mindig is jellemző volt az emberekre. Szinte mindannyian így voltunk ezzel akkor is, amikor először hallottunk a kis és közepes aktivitású, atomerőművi eredetű hulladéktároló építési tervéről Bátaapátiban. Ezeknek a félelmeknek az eloszlatására és a napra kész, friss információk átadására jött létre a 8 településből álló társadalmi ellenőrző és tájékoztató társulás 26 évvel ezelőtt. Sem a környezetre, sem az emberi életre nem jelent veszélyt. És ezt látjuk a tároló működése során is, ahogy itt elhangzott a sajtótájékoztatón is, Európa, sőt világszínvonalon összemérve a topba van, az első között van ez a tároló, mint a biztonságát tekintve, mint a rendezettségét, mint a minden körülményt, ami itt van. Bátaszék az első pillanatoktól tagja volt a TET-nek, és figyelemmel kísérte a tároló tervezési és kivitelezési, majd üzemeltetési munkálatait. A város fejlesztésében is jelentős szerepet játszott a társulás, hiszen segítségével olyan támogatásokhoz tudott jutni, melyeknek látható eredményei vannak település szerte. Azt gondolom, hogy ezt az utat tovább kell járjuk. Továbbiakban is minél szélesebb támogatást kell szerezni ennek a feladatnak az ellátásához, annak érdekében, hogy a tájékoztatás továbbiakban is tudjon menni, és hát a város működése szempontjából fontos, hogy azért, amiért gyakorlatilag részesei lehettünk ennek a környezetvédelmi beruházásnak, némi ellentételezést is kapjanak nem csak a Bátaszéken élők, hanem mindazok a települések, akik a TET-nek a tagjai. A szakmai fórumot megelőző sajtótájékoztatón dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, mennyire fontos szerepet tölt be a társulás a szervezet életében, valamint tájékoztatta a megjelenteket a hulladéktároló körüli újításokról is. Fejlesztést hajtott végre az erőmű is, a folyékony radioaktív hulladékot tudja pépesíteni, és így a hordók közé már ezt a pépes anyagot töltöttük be, nyilván ezzel megnövelve a egységi térfogatra jutó hulladék mennyiséget. Nálunk pedig az volt, hogy ezt a vastag falu, vasbeton konténeket felváltotta a vékony falu, úgynevezett lemez konténer, így sokkal sűrűbben tudtuk egymáshoz tenni, viszont megnöveltük a vágat falának a vastagságát. De így is sokkal jobb térkihasználást értünk el vele. Mint minden tetrekész nap, így a bátaszéki is külön vetélkedőre hívta a társulásban résztvevő településeken élő gyerekeket. Ezúttal a II. Géza gimnázium adott otthont a megmérettetésnek. Növényeket és állatneveket kell beírni a hiányzó helyre. Volt egy totó, itt benne a nagy teremben. Azt ki kellett tölteni, és például olyan kérdések voltak, hogy ki alapította a romkertet, meg hogy hány éves lesz ugye a Bátaszéki Géza gimnázium. A játékos, mozgalmas vetélkedőn túl tájékoztatást is kaptak a gyerekek az atomerőműben keletkező radioaktív anyagok útjáról. Olyan dolgokat, információkat tudtam meg, hogy hova szállítják az elhasznált tárgyakat az atomerőműből, meg mit csinálnak a veszélyes hulladékokkal a fertőzés mértéke szerint. Azt ugyan még nem tudni, hogy jövőre melyik település rendezi majd meg a tetrekész napot, egy biztos, a folytatás 24-ben is várható.